A vajdasági amatőr színjátszó mozgalom közösség megtartó erővel bír, hangzott el az amatőr színtársulatok vezetői számára szervezett fórumon. A rendezvényt Lovas Ildikó nyitotta meg. A Magyar Nemzeti Tanács művelődési tanácsosa azt mondta, újabb műkedvelő társulatokat kell létrehozni, a meglévőket pedig támogatni. A Deszkára fel az MNT kiemelt jelentőségű programja. Olyan tudásra tehetnek szert az amatőr színjátszók, egy olyan előadássorozatnak válnak a részeseivé, ami által a tevékenységüket és a szakmai tudásukat csiszolhatják. És azt gondolom, hogy megérdemlik a minden elhivatottságunk mellett ezt a fajta ilyen titkok átadását. Ez egy ilyen szakmai titok átadás. Nánai István budapesti színi kritikus a magyarországi amatőr színjátszó mozgalomról tartott előadást. Azt mondta, az anyaországban újra reneszánszát éli a műkedvelő mozgalom. Az utóbbi 10 év alatt egyre több csoport alakult meg. Az egyik legfontosabb civil szervezetté válnak ezek a csoportok. Tehát ha itt közösség megtartó erővel bírnak, ott is azzal bírnak. A Deszkára fel 2 éves képzést 2 fő részre osztva szervezik meg. 2013-ban a színjátszó csoportok vezetői részére egy ilyen alapozó csoportvezetői képzést tartunk a 3 helyszínen, és 2014-ben egy rendezői képzésre kerül sor. A társulatvezetők azt mondják, a VMMI és a VMMS képzése mindenképpen hasznos lesz. De nagyon fontosnak tartom, ugye, hogy az amatőr színjátszó csoportok iskolai csoportvezetőknek a képzésére fektetnek nagy hangsúlyt. A szakmai fórumon a társulatvezetők elmondhatták, milyen problémákkal szembesülnek nap mint nap.